vidék titkára támadta meg a dézalai hegyközség bejegyzését. Tehát a Kocsis Lajos. A Kocsis Lajos támadta meg. Én is megtámadtam, de nem mint hegyközség, hanem mint magánember, mert én önkéntes tag voltam, vagyok a dézalai hegyközség, mert egy is van területem, és én szöllőm nincsen, gyümölcsösöm van, vagy kimennek megnézik, milyen kosz vagy gyümölcsös. És önkéntes tag, és akkor hát ez nem tisztességes, meg nem helyén való, meg nem törvényszerű, hogy csinálták meg, ahogy megcsinálták a dézalai hegyközséget, én is megtámadtam. De engem a pécsi ítélőtábla, tehát az egészségi ítélőtábla, ebből visszapattintott. Tehát már ott, tehát Pécsig el sem jutott az én beadványom, és azért utasítottak el engem annak idején, 3 héten belül megjött, hogy hát mivel rám nézve ez nem hátrányos. A Kocsis Lajos eljutott el Pécsig akkor? A Kocsis Lajos eljutott Pécsig, és a Kocsis Lajosnak az jött válaszul, hogy helyben hagyja az elsőfokú ítélet, az egesszegieknek a bejegyzését. Tehát a Dézalai az effektív törvényes.